17 évvel Kaminojo várának ostroma után az elszánt ninja élete legveszélyesebb bevetésére készül. Egy gigantikus hadsereg söpör végig az országon, eltiporva mindent, ami útjába kerül. A csapatot egy kegyetlenségéről híres hűbér úr vezeti. Egy népirtó megalomániás, kihez foghatóval nem találkozhatunk japán véres történelmében. Oda Nobunaga szeme előtt csupán egy cél lebeg. Teljhatalomra áhítozik. Nobunagát egyetlen cél vezérelte, hogy egyesítse Japánt. Ez volt a terve. Katonái pedig senkinek sem kegyelmeztek. Oda Nobunaga céltudatos, hideg, számító és fegyelmezett vezér volt, aki minden ellenszegülést kegyetlenül megtorolt. Az igai emberek pedig nem engedelmeskedtek akárkinek. Az 1500-as évek végén komoly gonddal szembesültek, mivel Nobunaga feltétlen engedelmességet várt el, melyet azonban a ninják megtagadtak. A két szemben álló erő összetűzésbe került. Mivel egyik fél sem volt hajlandó engedni, a harc elkerülhetetlenné vált. Nobunaga számára az egyedüli lehetőség a lerohanás volt. Az igai ninják legyőzésére legkegyetlenebb szamurájait küldte el. Évtizedeken át harcban edzett kiváló katonáit, akik számára egyetlen parancsa volt, senkinek sem kegyelmezhetnek. Ám végzetes hibát követett el, amikor a feladatra teljességgel alkalmatlan hadvezérét nevezte ki. Saját fiát, Nobukatsut. Nobukatsu tapasztalatlan, meggondolatlan és fegyelmezetlen vezér volt. Mindez a legrosszabb kombináció, ha egy katonai vezetőről van szó. Nobukatsu pedig hibát hibára halmozott. Egyik legnagyobb tévedése az volt, hogy alábecsülte ellenségét. Azt hitte, szamurájai nem maradhatnak alul az általa csak feldühödött parasztoknak nevezett ellenséggel szemben. Nobukatsu már a kezdetektől súlyos hibákat vétett, mivel a szamurájok harcmodorában akart csatát vívni, és nem ismerte fel, hogy különleges katonákra van szüksége. Legnagyobb melléfogásának pedig az tekinthető, hogy nem voltak saját ninjái. A ninjakémek információinak hiányában Nobukatsu vakon menetelt az ellenség földjén. Tévedésének köszönhetően három végzetes hibát követett el stratégiájában. Nem készült fel alaposan a harcra, nem ismerte a terepet, és mindenféle felderítés nélkül vágott neki az útnak. Mindez pedig súlyos hiba volt. Nobukatsu ismeretlen területen bolyongott. Mindazonáltal annak sem volt tudatában, hogy Iga Japán különleges régiója. Iga területét a Hattori folyó szeli ketté, melynek köszönhetően bizonyos időközönként az egész völgyre köd borul. Néha olyan ez a táj, akár egy ködbe burkolózott rejtett világ. Nobukatsu szamurájai egy szűk hegyszoroshoz érkeznek, ahol fogalmuk sincs, mi vár rájuk. Hirtelen előttük terem az, akivel Nobukatsu és katonái a legkevésbé sem szerettek volna összeakadni. A férfit Hattori Hanzónak hívják. Hattori!
és abban a pillanatban az időjárás megváltozik. Hirtelen ködbe borult a völgy, és ekkor elérkezett a ninják ideje. Közelharcot vívhattak az ellenséggel. Oldalról és hátulról támadtak. Beszivárogtak a szamurájuk sorai közé, káoszt okozva ezzel. Oly nagy volt az űrzavar, hogy a szamurájuk nem tudva ki ellenség és ki nem, sajátjaikat kezdték kaszabolni. Lesből ütöttek rajta az ellenségen. A szamurájukat ismeretlen területre csalták, és olyan taktikával végeztek velük, melyre azok nem voltak felkészülve. Mindez sokkoló következményekkel járt a betolakodók számára. Nobukatsu testőrei darabokban hevertek, így egyedül kellett szembenéznie a ninjával. Immár csak magára számíthatott. A káosz közepette Nobukatsunak sikerült elmenekülnie. Ő lett az egyetlen, aki túlélte a mészárlást. A vereség sokkolta az országot. Nobunaga legkiválóbb szamurájainak kivégzése a ninjak legnagyobb győzelmei között vonult be a történelembe.